A Császárkert Kft. Üzemének felépítése több mint 311 millió dinárból valósult meg. Ennek 45%-át a Prosperitáti Alapítványon keresztül a magyar állam támogatta. A Császárkert Kft. Eddig 5-6 különböző helyen, Nagybecskereken, illetve Muzsján, bérelt helyiségekben végezte a saját maga és beszállítói által termelt konyhakerti vetemények, zöldségfélék feldolgozását, hűtését, csomagolását és árusítását. Most mindezt egy helyen végzik el. Immár a saját üzemükben. 10 éves céljuk valósult meg azzal, hogy most egy egységes üzemterületet tudtak kialakítani, mondta Madarász Gyula. A Császárkert Kft. Ügyvezetője hozzátette, ezzel versenyképesek lettek a hazai és a külföldi piacon. Elsősorban egy óriási felelősség, hogy ez a pályázat fönntartható legyen. Munkásokat tudjunk alkalmazni, évről évre többet és többet, de a Császárkertnek összetett tevékenysége van. Elsősorban az integrátor szerepre térnék ki, ahol 200 termelővel fogunk szerződtetni és szerződés szerint termeltetni, de a Császárkert saját maga gazdaságában is 30 hektáron csukott rendszerű és nyitott rendszerű zöldségtermelést is próbál. Az üzem ünnepélyes átadója a himnusz eléneklésével kezdődött, majd a helybeli citerások is bemutatkoztak. Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője azt mondta, jubileum a mostani, hiszen a 10. üzemátadásra került sor. Pásztor István, a VMS elnöke szerint az új létesítmény a szülőföldön való boldoguláshoz járul hozzá. 30 családnak nyújt munkalehetőséget, és még inkább nagy léptékű azért, mert közel 160 család kötődik saját gazdaságán keresztül ehhez a kapacitáshoz. Azt gondolom, hogy ettől válik ez a fejlesztés igazán nagy volumenűvé, és az az igazság, hogy nagy reményeket fűzünk hozzá. Abban reménykedünk, hogy motorja fog lenni ennek a közegnek, abban reménykedünk, hogy egy olyan vonzerőt fog jelenteni, amelyik itt fogja tartani az embereket. Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter helyettese kiemelte, az üzem létrehozásában benne volt az a küzdelem, ami az elmúlt 3 évet jellemezte. Egy olyan időszak volt ez a mi életünkben, a nemzetünk életében, amelyre korábban nem volt példa, és nagy ajándék, hogy ez nekünk megadatott. Gratulálok ahhoz a bátorsághoz, amit a Gyula és munkatársai és önök felvállaltak, és sok sikert kívánok a jövőben ehhez a vállalkozáshoz, amely nem most zárul, hanem igazából most indul, és legszebben jelképezi azt, amit egész Vajdaságban szeretnénk csinálni, minél több családi gazdálkodót bevonni egy olyan fenntartható gazdasági rendszerbe, amely itt lesz még évtizedek múltán is. És ez nem egy egyszeri ünnep, hanem egy boldogabb és gazdagabb vajdasági magyar életnek egy nagyon fontos állomása. Ezt követően a szalag átvágásával hivatalosan is megnyitották az új üzemet. A megnyitót követően a vendégek megtekintették a Császárkert Kft. Üzemcsarnokát, amely Nagybecskerek külterületén épült fel.